Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, jelentkezik ismét Családőrzők című műsorunk. Egy héttel ezelőtt arról beszélgettünk, hogy a nagyszülőnek hol a szerepe a családban. Most már egy picit nehezebb témához térünk, de a családban előfordul sajnos ez a helyzet is, amikor az elmúlásról kell beszélni, és a gyermeknek ezt meg kell magyarázni. Ez lesz a témánk, de mielőtt ebbe belekezdenénk, engedjék meg, hogy most is sok szeretettel köszöntöm vendégeinket, a szakértőket, Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány vezető terapeutáját, szakmai vezetőjét. Szervusz Csilla, szervusztok! Sok szeretettel köszöntöm Papp Csilla mediátort. Sziasztok, szervusz. És mint egy héttel ezelőtt most is itt van velünk Bence András, a Nyugat-Dunántúli Egyházkerület püspökhelyettese, a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség lelkésze. Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást. Felvezetésként megkérdezhetem, hogy hogy érezted magad az előző műsorban? Köszönöm, otthon. Otthon gyorsan és itthon éreztem magam, ide találtam, és ez jó volt. Ez azért jó, mert ugye a műsornak az a célja, és ezt a berendezéssel is, és a beszélgetéssel is próbáljuk felidézni, hogy egy kicsit az otthonokba érezhessük magunkat. Nagyon gyönyörű díszletet teremtettek ide kollégáink, amik segítenek bennünket ebben, és hát, hogyha már a szakértők is otthon érzik magukat, akkor minden rendben van. Nos, akkor vágjunk is bele abba a nehéz témába, ami valójában az elmúlás, és hát lehet, hogy a nagyszülő kérdéshez köthetünk, hiszen leggyakrabban abban a családban az fordul elő, hogy a nagyszülőt veszíti el a család. De mondhatom azt a példát is, hogy ugye halottak napja után a gyermeket ilyenkor kiviszik a temetőbe, és a gyermek ott elkezdi feltenni a kérdéseit, ahogy nő. Mikor jelenik meg a gyerek fejében először, hogy most tulajdonképpen mi ez, és mi van itt, és mi történik? Hát az attól függ, hogy mennyire természetes neki, ahogy kezeli a halál témáját a család. Ha nem tabu témaként kezeljük, hanem az élet szerves részeként, mint ahogy ez az is, akkor egészen természetes lesz neki is. Megéli ugyanúgy azokat az érzelmi állapotokat, amiket később megél a felnőtt, de hál' Istennek a gyermek lélek nem enged akkora mély fájdalmat be, amit nem tud feldolgozni. Úgyhogy ha természetesnek látja maga körül, a családi rituálék részeként megéli azt, hogy igen, amikor eljön az ideje, kimegyünk a temetőbe, és ott felteheti a kérdését, és nincsen tabu kérdés, és adott esetben láthatja azt, hogy anyu, apu még mindig szomorú, ha már elvesztette ő a szülőjét, vagy akár ő a nagyszülőjét, és akkor tudunk arról beszélgetni, hogy de jó, hogy neked még élnek a nagyszüleid. A dédi már elment, a dédi. És akkor tudunk róla beszélgetni, ki volt a dédi, mit csinált a dédi, előbb volt a dédinek a halálesete, mint ahogy ő megszületett, vagy egészen pici volt még, vagy emlékszik is rá. Ez mind-mind alkalom arra, hogy elmélyítsük a gyerekben azokat a szálakat, amitől ő biztonságban érzi magát a mi családunkban. Azt gondolom, hogy az életkori sajátosságainak megfelelően elmagyarázva, és van egy ilyen mondás, hogy csak az hal meg, akit elfelejtenek. Tehát, hogyha beszélünk, visszatérünk a múltra, és beszélünk, fényképeket mutogatunk, nagyon jó. Egyébként ilyen hosszabb téli vagy őszi estéken, amikor már hamarabb sötétedik, egy nagyon szép program vagy egy elfoglaltság lehet egy családnak, hogy előveszik a régi fényképalbumokat, és beszélgetnek, és nézd, itt van ő, tehát be is tudja azonosítani, hogy ki volt ő, kinek a kicsodája, mi történt vele, hogy élt, és hozzámegyünk ki. Neki adunk tulajdonképpen egy tiszteletet, amikor kimegyünk a temetőbe, és virágot viszünk, ráemlékezünk, de nem csak ugye azon az egy vagy két napon, egy évben, vagy a születésnapján, hanem úgy sokszor megemlegetjük. Tehát, hogy ezt abszolút egy szép természetes, az élet abszolút következményeként fel lehet fogni, és át lehet adni a gyereknek. Szerintem, ha Andrást kérdezzük ebben a témában, akkor a legjobb helyen vagyunk, tehát amikor kivisszük a gyermeket a temetőbe, mert ott van velünk, és mi már úgy természetesnek veszünk, hiszen a gyász szakaszán rég túl vagyunk, és a gyerek elkezd kérdezgetni, mit jó akkor mondani? Én azt látom nagyon fontosnak ezt a természetességet, tehát hogy mi elmerjük mondani a saját érzéseinket, a saját gondolatainkat, a saját legbelsőbb énünket, mondjam így a hitünket is, elmerjük nekik mondani. Azt gondolom, hogy azt észre fogja venni egy gyerek, amikor csak mesékkel próbáljuk őt elterelni valamerre. Tehát azt
attól óckodnék, hogy valamit kitaláljak, hanem azt, amit én gondolok, én hiszek, én vallok, azt merjem neki mondani. Mert hogy tényleg ő egy olyan gyermek, aki a saját életkora szerint nem fog többet beengedni magába, mint amennyit a lelke elvisel. Ez alól mondjuk kivétel az, amikor valami csúnyaságot látott. De az egy másik kategória, amikor nem látott ilyet, mondjuk egy csúnya balesetnek az eredményét látta valaki, az egy traumatikus eset, az egy más kategória, de amikor úgy találkozott a halállal, hogy a nagymama beteg volt, vagy a dédnagymama beteg volt, és aztán elment, és nem jön többet haza, akkor az életkori sajátosságának megfelelően vagy azt fogja mondani, hogy várom, hogy hazajöjjön, mert hogy elment, vagy később meg már azt tudjam mondani, hogy elment, és már nem fogok vele találkozni itt a Földön. Egyébként, hogy reagálják a gyerekek? Nekem is van erre egy példám, hogy a kisunokám előhozott egy játékot, amiről tudom, hogy az én apukámtól kapta, aki már nincs közöttünk. És hát mondta, hogy ő ezt tudja, hogy 2 éves korában a dédi papától kapta, és én kész voltam rá, hogy jön a kérdés, hogy hol is van a dédi papa, vagy mi van vele. Azért voltam megszeppenve, mert ugye, amit egy héttel ezelőtt beszéltünk, nem tudom, hogy a szülei mit mondtak neki ezzel kapcsolatban, mi pedig ketten voltunk. Most jön a kérdés, akkor most hogy fogjuk ezt a beszélgetést folytatni? És nem jött kérdés. Megkaptad a feloldozást. Igen. De egyébként nem kell félni a kérdéstől. Mert egy jó riporter bármikor visszakérdezni. A kérdésre kérdésre. Te hogy látod ezt a helyzetet? Szerinted mi van most? Igen, a gyerekeknél nagyon fontos, hogy a gyerek egyébként a kérdéseire választ kapjon. De tudni kell, hogy vannak a gyerekeknek olyan kérdéseik, amikor csak beszélgetni szeretne. És hogyha te őt beszélteted, akkor megismered. Megismered a kis gondolatait, a kis világát, a kis saját élethelyzeteit oda tudja neked adni, azt, hogy ő most, ebben a szent pillanatban hogy látja a világot. Az a nagyon jó, hogy a gyerekek mindig a mostban vannak. Tehát ők nem rágódnak azon, hogy mi volt a múltban, és nem félnek attól, hogy mi lesz a holnaptól, az iskolában majd megtanulják, de addig nem. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy ő az itt és mostban van, és neki az egy kellemes emlék, hogy a dédi papától kaptam ezt az autót, és jaj, de jó, hogy én nekem a dédi papa adta ezt az autót. Nem a dédi papa fontos neki, hanem az az autó és az a szeretet, ami ahhoz az autóhoz köti őt a dédi papán keresztül. A kötődés a fontos. És ez az, amiről vele beszélgetni lehet adott esetben, és ezért nem kell félni soha a gyerekeknek a kérdéseitől, mert ha nem tudod rá konkrétan, hogy hogyan válaszolja, a szülőknek is ezt mondom, kérdezd meg, hogy mit gondol a gyerek, ő hol tart ebben az ügyben, ő mit látott eddig ebből, mit értett meg ebből, és tényleg valóban derítsd ki, hogy mire kíváncsi, mert nem biztos, hogy pontosan azt kérdezte, amire a választ keresi. De ha nem is így van, hanem ő azt kérdezte, amire a választ keresi, akkor is te tudod, hogy hol van az a mátrix, az a kis puzzle, amit ő már összerakott, és ahhoz képest neked csak egy vagy két kis kockát kell hozzátenni, hiszen nem egyszerre tanítod meg a világ mindenségre. Lehet-e az, hogy egy keresztény nevelésben felnőtt gyermek könnyebben érti meg az elmúlás helyzetét? Azt gondolom, hogy nem. Mert hogy egész más a feltámadásba vetett hit, mint az elvesztés fájdalma. Tehát az, hogy én hiszem a feltámadást, vagy hiszem, hogy nem a halálra volt el, hanem Jézus jött értem, az felnőttként sem mindig vigasz, az inkább a gyászomat tartja mederben. Az elvesztés fájdalma az ettől különbözik. Az elvesztés fájdalma azt megéri egy gyermek akkor is persze, amikor a ceruzáját hagyja el, meg akkor is, amikor a kis cicája pusztult el. Különben azt veszem észre, hogy sok esetben azok a gyerekek, most már én általános iskolásokról beszélek, akiknek a nagyszülőjük meghalt valahol távol, kevésbé gyászolnak, mint hogyha otthon egy kis állatka pusztult el. Mert a kötődés erősebb. Igen. Hát ez sajnálatos dolog, de így van. Nem lehet hibáztatni érte. Nem. Senkit.
Nem, ez nem. Van egyébként, ez tehát van, ez igen. Így alakult, ez ilyen van. Az élet. A kötődés erőség, és éppen ezért mondom, vagy arra felmondom, hogy a feltámadás hit, az persze sokat jelent a reménységünk tekintetében, sokat jelent az átvészelés tekintetében, de a vigasztalás, a fájdalma, az elvesztés fájdalma tekintetében nem változtat a helyzetünkön. És mi a véleményetek arról a válaszról, hogy a nagymama mindig itt lesz veled, és ő föntről néz téged, és figyeld rád, és van, aki úgy éli le az életét ezzel a tudattal, hogy én biztonságban vagyok, mert vigyáznak rám föntről. Egyébként az így is van. Most, ha te ezen a nyelven meg tudod mondani a gyereknek, miért van így? Nem effektív a nagymama az ő valójában vigyáz rád, hanem amit a nagymama megtanított neked, amit a nagymama odadott neked, amivel a nagymama gazdagította a te életedet, az téged egész életedbe elkísér, és az az óvó, védő, féltő szeretet, az a támogatás, az a biztonság, amivel te olyan nagyon-nagyon tudsz kötődni ehhez a világhoz. Az nagyon rendben van. Igen. Egész életedbe el fog kísérni a nagymama. Én pontosan tudom azt, hogy milyen illata volt a nagymamámnak. Pedig 40 éve ment el. De tudom. Millióból ki tudom választani. Tehát ezek olyan kötődések, amik nem felülírhatóak, és nem is kell felülírni. És ha a család hiedelemrendszerébe, vallásába, hitébe ez belefér, akkor nyugodtan lehet azt mondani, hogy a nagymama az végig veled lesz, és vigyáz rád, és óv téged. Ez már hogyha a szülő is komolyan veszi ezt a mondatot. Hát, így van. Csak akkor, ha hiteles. Így van. Hát ha nem hiteles, akkor úgy is tudja a gyerek, hogy át akarnak verni. A gyerekek sokkal előbb tudják, hogy te hazudni fogsz, mint ahogy te kitalálod, hogy mit fogsz hazudni. Ez így van. És tapasztaltam már olyat, és láttam már olyat is, hogy a gyermek túl sokat foglalkozott az elmúlással, túl sok időt töltött azon, hogy ezen gondolkozott, ami úgy első ránézésre azért ijesztő is lehet. Aztán azt hallottam valakitől, hogy de szüksége van rá, hogy ő ezzel most átrágja magát. Hát valószínű, hogy neki ez a gyász folyamata, ő így tudja meggyászolni, elengedni azt a személyt, vagy kisállatot, most fikcióról beszélünk. Nem volt senki. Aki gyászolja, mégis. Hogy magával a halál gondolatával foglalkozott? Így van. Hát, hogyha a halál gondolatával foglalkozik a gyerek, akkor az valami indikálta. Tehát a semmi nélkül nem kezd el a halállal foglalkozni, valami jött, semmi ami nincs. Tehát valahonnan előhívta. Valami jött. Vagy hallott egy történetet, vagy beszéltek felnőttek, és ő ezt megsejtette, vagy egy filmből jött valami, vagy az óvodába, vagy bárhol, tök mindegy, hogy hol, de valami vagy volt. Vagy ő volt kiskorában beteg, vagy ilyesmi, amikor akármi. Tehát valami volt, ami indikáció, ott és akkor nem tudta feldolgozni, vagy nem volt rá lehetőség, vagy nem derült ez ki, vagy... És akkor később, amikor már elég érett hozzá a lélek, hogy szembenézzen vele, akkor felteszi a kérdéseit. És az, hogy sokat foglalkozik a halállal, ez azt jelenti, hogy a környezetében élőknek tabu a halál kérdése, és nem szívesen beszélnek róla. Tehát nem kapta meg a kielégítő válaszokat valamire, valamikor, ami ezzel így kapcsolatos, és kutat. Andrásba közben belefolytottuk a szót. Nem, ennyit gondoltam. Azt kérdeztem volna, hogy milyen korosztályú, mert azért az sem mindegy, hogy a pubertáskorban lévő, mert az a korosztály már természetes módon fog foglalkozni az elmúlás, így akkor van. Szembesül, hogy vannak végleges elszakadások, és az meg is fogalmazódik, hogyha én megszülettem, akkor meg is fogok halni. Hát a pubertáskorban lehet, hogy már 10 éves kortól kezdődően ez elkezdődik, de előtte az már egy másik szitu, akkor még traumatikus esetnek kellett lenni. Igen, hát valaminek mindenféleképpen kellett lenni. Az egy nagyon-nagyon fontos dolog, én azt gondolom, hogy ha a gyerek túl sokat kérdez valamiről, ha őt az izgatja, ha őt az érdekli, akkor ő valamit fel akar dolgozni. Ha nem támogató a család, hanem elhessenti valami mondva csinált dologgal, vagy csak valamivel betakarom, vagy olyasmit mondok neki, hogy el akarom terelni a figyelmet, akkor ő érzi, hogy én vagyok bizonytalan a témában, és ettől ő nagyon elbizonytalanodhat. Ez nagyon rossz. Ez a lehető legrosszabb, mert akkor a gyerek nem érzi magát mellettem biztonságban. És keresi a válaszokat, így megint van. Csak, tehát folyamatosan keresi így a válaszokat, és minél inkább nem kapja meg, annál inkább elbizonytalanodik. Így van.
Ugyan most mi a családról beszélgetünk, de azért előbb-utóbb visszahat a családra. A történet ilyet is láttunk már, hogy kis osztálytársat veszítettek el az osztályba, és bizony nem volt könnyű feldolgozniuk. Ez nem is megy, hogyha osztálytárs, és most különösen ha általános iskolás korosztályról, de középiskoláról is beszélhetünk még, veszítenek el egy tagot, mert hogy betegség, vagy baleset, vagy bármilyen trauma történt, az nem megy pszichológus segítsége nélkül. És ott nem csak az egyénnek kell megkapni a segítséget, hanem a közösségnek kell megkapni a segítséget. És egy kicsit fontosabbnak is érzem, a közösség megkapja a segítséget, mert ha a közösségbe a helyére kerül ez a dolog, ha a közösségbe meg tudtuk élni, akár én is voltam olyan temetésen, ahol az általános iskolás gyerekek hozták az egyszál virágot. Igen, megéltük, túl vagyunk rajta, ők is túlélték, de nem ment segítség nélkül. Nem megy. Tehát ezt tessék szíves lenni, tudomásul venni, hogy ott az egy akkora teher ezeknek a gyerekeknek, amit nem, azt nem tudja a gyerek elfogadni és feldolgozni, hogy tegnap még pattásan volt, többet meg soha nem fogom látni. Hát vagy most visszacsatolva, tudom, hogy elég szörnyű sztori, csak így megemlítem az olaszországi autóbuszbalesetet, azt az ominózus 2-3 évvel ezelőtti autóbuszbalesetet, tehát ezt szakember segítsége nélkül képtelenség, de még felnőttek sem tudják feldolgozni. Tehát ezek már akkora traumák, poszttraumás stressz, tragédia és minden egybe, hogy ezt az egész kollektívának kell rendbe tenni. Tehát ez nem megy, tényleg nem megy. És ez nem gyengeség, ezt azért mindig elmondjuk, hogy az a gyengeség, hogyha nem tudok azzal szemben, hogy igenis szakmai segítségre, vagy hívjuk így, hogy szakmai támogatásra, vagy szakmai iránymutatásra, hogyha ez jobban tetszik. Tehát, hogy ez nem gyengeség, hogy segítséget kérek. Most segítsetek nekem. Igen. Amikor készültünk erre a műsorra, és szóba jött, hogy akkor beszéljünk az elmúlásról, ami egy nagyon fontos téma, mert ott van ez is a családban, és gondot okozhat. Nekem volt egy ilyen aggályom, hogy nem szeretném, ha túl szomorú lenne a műsor, mire kórusban mondtátok, hogy nem lesz az. Akkor most itt az ideje, hogy elmondjátok, hogy mitől nem lesz az, és a családban mitől lehet a dolognak a vége az, hogy jó hangulat alakul. Az elmúlás az nem a felhőtlen boldogság együttléte, semmilyen körülmények között. De ha én most belegondolok abba, hogy kint voltunk a temetőbe, és nekem a három gyerekem három különböző irányba él az országba, hál' Istennek ők még mind itthon laknak, de természetesen ilyenkor összejövünk, és akkor együtt megyünk ki, akár a 22 éves fiúgyereknek a sírjához, akit annak idején elveszítettünk, akár az én szüleimnek a sírjához, vagy az édesapjuk szüleinek a sírjához, egymás mellett vannak egyébként az evangélikus temetőbe eltemetve. És emlékszem, hogy ez nekünk most is így történt, és mindig is így történik, hogy kimegyünk, és akkor egy picit így mindenki magába van. Tehát, hogy együtt vagyunk, de csendbe, ez az áldott csend, amikor nem feszélyez senkit a csend, amikor megadjuk a tiszteletet egymásnak, hogy te is megtedd, amit meg tudsz tenni, magadban imádkozzál, mondd el, kérdezd meg, ajánld fel, mindenki ahogy akarja, hát hiszen felnőttek már a gyerekeim. De ott vannak már az unokák is, ugye? Hát őnekik a legizgalmasabb még először a gyertyagyújtás, meg hogy mindenütt jaj, de szép a temető és világítás. Hát az gyönyörű, hát az egy nagy kaland nekik odajönni, bár ha fáznak, az annyira nem jó. Na szóval a lényeg az, hogy együtt vagyunk, megvan ez az áldott csend, akármelyik sírhoz oda megyünk, elrendezzük, amit hoztunk, meggyújtjuk, és utána elcsendesedünk, és aztán egyszer csak valaki. De emlékeztek arra, amikor például a mami azt mondta, hogy akkor a röhögésekre vagyunk képesek a temetőbe, Isten bocsássa meg nekünk, de annyira az élet ünneplése, annyira az élet ünneplése, és tudjátok, honnan van a feloldozásom erre? Soha nem fogom elfelejteni, Polcani néni, ugye mindenki ismeri, tanatológus, ő a hospice alapítványnak a megteremtője, vagy a létrehozója Magyarországon, az elmúlást tanította, az elmenőket segítette, támogatta. Egy előadására mentünk, ünneplőbe, gyászba öltöztettük a lelkünket, sötét ruha, mély tónusok, stb. Gyerekek, az élet virága nyílt ki a színpadon, minden szavára. Minden szavára. Tehát az elmúlás tükrében minden pillanat. Az élet olyan pulzációja, amit nem lehet nem élvezni, bűn, ha nem ezt teszed. Tehát az élet ünneplését kell megélnünk. Nekem.
Az én családom így csinálja. Ismét feloldoztál, mert sajnos nálunk is ez a történet, és én mindig zavarban vagyok utána, hogy mit szólnak a többiek, mert hogy nálunk is ez van, hogy elkezdünk poénkodni a temetőben, a sírnál, és bizony roppant jó lesz a hangulat. És talán egy kicsit benne van az, hogy tényleg ünnepeljük azt, hogy ők köztünk voltak. A hála, hogy én ismertem, hogy én kaptam tőle, hogy ő adott nekem, hogy ő hozzáadott az én létemhez, hogy én általa belőle vagyok. Hát ez mind megvan. Ezért mondom, az elcsendesülés megvan. Tehát mindenki magába száll, maga módján mindenki megköszöni, aztán valaki megszólal. Elfogadható ez egyházi személyként is? Az unokatestvérem fia 18 évesen halt meg, és a temetésén, ami egy templomban zajlott, ott felolvastak a naplójából. És ő a, hát ilyen kamaszkori Isten és én és a halál kérdéssel viaskodó, és a gyülekezet, a gyászoló gyülekezet kacagott ott a temetésen. Mert hogy egy kamasznak a humorát hallotta, aki szembenézett a saját halálával. Bizony, és valóban elő fog jönni, amikor elővesszük a fényképeket, mert tényleg az ász feldolgozásának az egyik eszköze, hogy a régi fénykép, akkor ott nem csupán portrékat fogunk elővenni, hanem a papa a szüreten, a nem tudom, a volán mellett, vagy akármi, és akkor azok történeteket fognak előcsalni. Szerintem egy régi halott titoron is ez volt a menet, hogy először szomorúan emlékeztek, aztán előjöttek azok a történetek is, amelyek megvidámították, egy kicsit vigasztalták az embereket. Azért én a temetőben el tudok képzelni olyat is, hogy nem csupán csendben állunk meg, hanem énekeljünk egy éneket. Mert hogy az éneknek fantasztikus ereje van, hogyha nincs szövege, akkor is fantasztikus ereje van, a közös éneklésnek különösen is, hogyha tudunk közösen énekelni egy éneket, ha el tudjuk mondani az apostoli hitvallást, amelyben az van, hogy hiszem a test feltámadását, az ott egy, amikor már nem friss gyászban vagyunk, hanem tényleg az életünket akarjuk mederben tudni, ez egy nagyon fontos esemény, és utána beszélgetünk arról, hogy ki volt az, aki ennek a sírja mellett állunk, igen. És ugye nem szabad azt elfelejteni, hogy akinek a sírja mellett állunk, ő élt. És lehet, hogy egy humoros, egy életvidám, egy olyan erős karakter volt, akire, ha megemlékezünk, ezt váltja ki belőlünk. Hogy jókat sztorizunk, jókat nevetünk, és én még az én megközelítésemben még ezt is el szoktam mondani, ha gyászterápiára jönnek hozzám, hogy gondolj vissza arra, hogy mit adtatok egymásnak, és ünnepeld a közös eltöltött időt, és légy érte hálás, mert hogy ott valamit adtatok azokban az időkben, amikor ti együtt voltatok, csináltatok valamit, vagy egyszerűen csak beszélgettetek, vagy néztétek egymást. Teljesen mindegy. Tehát, hogy legyünk hálásak azokért a percekért, amit attól az embertől kaptunk, amíg ő köztünk volt. És aztán utána azért, hogy mi is tudtunk neki adni talán. Nekem most egy érdekes beszélgetés jutott eszembe, nem régen egy anyukával beszélgettem, aki már nagymama, és elvesztette a férjét egy jó pár hónap, fél évvel ezelőtt. És neki még nagyon gyászba volt a lelke, és még nagyon-nagyon érte ezt, és beszélgettem vele, és ahogy kérdezgettem, egyszer csak azt mondta nekem, hogy tudod, úgy érzem, ha én most mosolyognék, és örülnék, és vidám lennék, akkor én megcsalom őt. És akkor én azt tudtam neki mondani, hogy erre már neked nincs esélyed. Ugyanis ő már minden sejtedben ott rezeg, leéltetek 40 évet. Ő már a te részed. Ezt már nem tudod nem megtörténté tenni. És a végén, hogy honnan hálás vagyok érte a Jóistennek, ma sem tudom honnan jött ez a mondat, de azt mondtam neki, megfogtam a kezét, hogy tudod, drágám, mi nem a halálra, hanem az életre szerződtünk. Nagyon együtt éreztem vele, mert hát tényleg komoly gyászban van. És megfogta így, rátette a kezemre a kezét, és azt mondta, hogy ez gyönyörű gondolat volt, köszönöm. Tehát, hogy mikor, kinek, melyik mondatoddal, milyen részlettel, akár a Bibliából, akár a tanultakból
Soha nem tudod, hogy mi az az egy mondat, ha benned van az együttérzés, oda tudod neki adni, ami őt egy picit átemeli egy küszöbön, egy kicsit kinyitja a világra, csak egy picit könnyebbedik meg a lelke, hogy nem bűn, ha ő tovább él. Ismét az bizonyosodott be, hogy beszélgetni kell, ha nehéz a téma, ha nehéz a beszélgetés, akkor is erőltetni kell és beszélgetni kell. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést is a mai napon Fekete Cseri Zsuzsannának, Papp Csillának és Bence Andrásnak is, a Fehérvár Televízió nézőinek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy együtt voltak velünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!